Sárga padok újra hasznosítják a régi ülőalkalmatosságokat. Paragrafus kupa 21. alkalommal rendezik meg a labdarúgó tornát. Internet fiesta az okos eszközökről szól az idei előadás sorozat. Híradó a Nyíregyházi Televízióban, jó estét kívánok! A közterületekről ismert sárga színű padokat az elmúlt években szinte az egész városban lecserélte a Nyír VV. Az ülő alkalmatosságokat most egy új program keretében hasznosítják. Felújítás többek között a fémbázak megerősítése és a lécek újrafestése után többek között óvodákba, iskolákba kerülnek a padok. A közterületi berendezéseket, többek között a jól ismert sárga színű padokat az elmúlt években szinte az egész városban lecserélte a Nyír VV. Az önkormányzat és a Városüzemeltető Társaság ezeket az ülő alkalmatosságokat most újra hasznosítja. A Nyír VV közel 70 darab régi típusú padot újított fel, a céghez oktatási és közintézmények pályázhattak, így többek között óvodákba, iskolákba kerülnek a sárga padok. Az első pályázók között volt a Kertvárosi Általános Iskola, az intézmény hétfőn kapta meg a kinti padokat. Természetesen arra figyelemmel kell lenni, hogy a későbbiek során a karbantartás, illetve a biztonságos üzemeltetés az már az intézménynek lesz a feladata. Annyit segítettünk, hogy óvodáknál megsűrítettük a léceket, hogy a gyerekek ne tudjanak kiesni az ülő, illetve a háttámla között. A Kertvárosi Általános Iskolánál már voltak sárga padok, a program keretében azonban most újabbak is kerültek az intézmény udvarára. Mi itt a Kertváros szívében nagyon örülünk annak, hogy a nagy zöld területeinket be tudjuk ezekkel a Nyír VV által felajánlott padokkal tölteni. Ezek családi programokra is, gyermekprogramokra is nagyon alkalmasak lesznek, úgyhogy mi örömmel vettük a felajánlást, hogy kapunk 6 darab gyönyörű padot. Már meglévő padjaink mellé ugyan, de nagyon jól ki fogjuk tudni használni őket. A program szükséges, a városvezetéshez és a Nyír VV-hez is érkeztek korábban olyan jelzések, hogy az intézmények udvarain hiány van a biztonságos ülőhelyekből. Az önkormányzat pedig a maga részéről figyel arra, hogy a kis óvisoknak, meg az iskolásoknak legyen hol üldögélniük, legyen minél otthonosabb az a hely, amelyben az ember az élete nagy részét tölti. Úgyhogy ebben az igazán fontos, hogy egyrészt nem dobunk ki semmit, ami indokolt, és megmentjük az utókornak, a másik pedig az, hogy teremtünk egy olyan életteret a gyerekek számára, amely elviselhetőbbé teszi az iskolának a kemény mindennapjait. Úgyhogy ez a kettősség munkák adott az önkormányzat vezetésében akkor, amikor a Nyír VV megbízta azzal, hogy ezt a projektet ezt vigye véghez. A sárga padok felújítás többek között a fémvázak megerősítése és a lécek újrafestése után kerülnek a pályázó intézményekhez. 21. alkalommal rendezik meg szombaton a Paragrafus Kupa kispályás labdarúgó tornát Nyíregyházán. 8 a közszolgálatban és a közigazgatásban dolgozó játékosokból álló csapat találkozik majd a Bem József általános iskola torna termében. Az első Paragrafus kupán még csak 4 csapat versengett, emlékezett dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző, a Magyar Jogász Egylet megyei szervezetének vezetőségi tagja a kispályás labdarúgó torna beharangozó sajtótájékoztatóján. A városházi eseményen kiemelték, idén már 21. alkalommal hívják életre a megmérettetést. Kettős célja van. Az egyik a mozgás, a sport, annak a népszerűsítése, és amellett pedig a baráti ismerősi kapcsolatoknak az ápolása, hiszen nagyon sokan dolgozunk jogalkalmazói tevékenységgel, és fontos az, hogy ilyenkor legalább kötetlenül tudunk egymással találkozni, hiszen egyrészt a pályán megmérjük a futballtudásunkat, de nagyon sok egyéb dolgot is megtudunk az alatt a sok óra hossz alatt beszélni, hiszen gyakorlatilag ez egy majd egész napos torna. A március 30-ai szombati Paragrafus Kupa első mérkőzése reggel 7 óra 30-kor kezdődik majd, és a csapatok kérésének megfelelően idén mindenki játszik majd mindenkivel, így rövidülnek a mérkőzési idők is. 15 perces összecsapások várhatóak majd a Bem iskola torna termében. A fődíja a kupának, maga a Paragrafus Kupa, ami egy vándordíj, egy vándorserleg, ezt ha valaki háromszor elnyeri egymás után, akkor meg is tarthatja, és akkor utána mi problémánk, hogy ezt megfelelő színvonalon pótoljuk. Illetőleg, ahogy korábban a törvényszéki elnök asszony említette, a korábbi törvényszéki elnök dr. Gyulai Gábor alapított egy Fair Play kupát, egy Fair Play díjat, amit a szakmai zsűri szavazata alapján mindig a legsportszerűbb csapat kap és nyer el.
Ezek mellett díjazzák a gólkirályt és a legjobb kapust is. A rendezvényen elhangzott szeptemberben Záhonyban találkozik majd a Paragrafus Kupa válogatottja a görög katolikus papi válogatottal. Szeptember 20-án várjuk szeretettel az egyházi válogatott és a Paragrafus válogatott szereplését Záhonyban. Ideális feltételeket tudunk biztosítani, egy csodálatos sportétesítményünk van. Felajánlottam azt is, hogy van egy uszodánk szaunával egybekötve, közel van a pályához. Tehát egy egész napos programot szeretnénk a két válogatottnak biztosítani településünkön. Szeretettel várjuk őket. A sajtótájékoztatón kiemelték a szombati Paragrafus Kupa idei szakmai zsűriét, a játékvezetőket is az MLS biztosítja majd. Az okos eszközökről szól az idei 20. internet fiesta, melyhez ismét csatlakozott a Móricz Zsigmond könyvtár. Malóra vált a szervezők elképzelése, hiszen a középiskolás osztályok mellett felnőtt városlakók is látogatják a rendezvény sorozatot. Az utolsó alkalom csütörtök délelőtt lesz. Elég smart vagy, vagy a dolgok internete? Ezzel a címmel hirdette előadását az internet fiesták gyakori előadója Radvánszky Gábor. Mondandójának vezérvonala, annyira okos a telefonunk, a mobileszközünk, amennyire mi azzá tesszük. Hogyha megnézzük az elmúlt évtizedek fejlődését a mobileszközök piacán, akár telefon, akár számítógép, vagy a számítógép is mobil, hát ott van nekünk a laptop, akkor azt vesszük észre, hogy olyan alkalmazások kerültek egyre inkább előtérbe, amelyek arra szolgálnak, hogy mind jobban megkönnyítsék a mi mindennapi életünket. Beleértve ez az autókra, a lakásunkra, a közvetlen környezetünkre, automatizálása. Vagyis hogyan lehet programok, alkalmazások szerint irányítani a tévét, a távmegfigyelő rendszert, háztartási eszközöket, akár a redőny vagy a világítás működését. A szakembert is meglepi, de a fiatalok nem tudják alkalmazni ezeket a funkciókat. Ők inkább felhasználói oldalról a Facebook, a Twitter vagy az Instagram közvetítésével a társadalomhoz, a közösségi felületekhez kötik a mobileszközök használatát, de nyitottak minden ismeretre. Remélem lesznek számomra újdonságok is, bár úgy gondolom otthonosan mozgok valamilyen szinten ebben a témában, ezért is mentem informatika tagozatra, de remélhetőleg minél több hasznosítható új ismeretet fogok itt kapni. Mi az, amire kíváncsi vagy? A különféle mikrokontrollerek és hát magára a dolgok internetének a különféle felhasználására. Csütörtökön délelőtt 10 órától a vlogok és vloggerek vagy influencerek népszerűségéről beszél az idei rendezvény záróprogramján Márföldi István. Még évekkel ezelőtt mondjuk egy Sebestyén Balázs, vagy egy Rákóczi Feri, vagy egy Majka határozta meg azt, hogy kiért rajonganak a fiatalok. A mai 10 évesek már alig tudják, hogy kik ezek a személyek, és teljesen új követésre, vagy a számukra olyan emberekre jelentek meg, akiket ők arra alkalmasnak tartanak, hogy az ő véleményüket befolyásolják. Megváltozott a fiatalok média használata is, tehát egyre kevesebb tévét néznek, egyre inkább csak az interneten vannak jelen, és hát nyilvánvalóan ott létrejött egy olyan új közösség, és olyan új véleményformáló emberek jelentek meg, akik a számukra meghatározóak. A sorozat felveti a fiatalok témában való jártasságát és érdeklődését. Azt is, vajon milyen szisztéma szerint tanítják a gyakorlati alkalmazást az iskolákban, az informatika órákon. Másrészt a felnőtteknek tisztában kell lenniük azzal, hogy nem érdekli őket sok más mellett a könyvtár sem, hiszen mindent megtalálnak az interneten. Az már alkatfüggő, ki mit használ az ezerféle lehetőségből. A gólyákat idén is fészektartókkal várja az E.ON. Korábban 4199 ilyen eszközt telepítettek, idén tavaszra pedig országosan újabb 144 fészektartó került fel az oszlopokra az energiacég szolgáltatási területeim. A madarak áramhálózati védelme több évtizedes és rendkívül összetett nemzetközi szintű probléma. Az E.ON. kiemelten fontosnak tartja, hogy minél biztonságosabb környezetet alakítson ki az élővilág számára, ezért többek között a hazai nemzeti parkokkal és madárvédelmi szakemberekkel is együttműködik. Ők javasolták azt a 144 helyszínt, ahová a cég újabb fészektartókat helyezett el, és amelyeket a vállalat munkatársai folyamatosan karbantartanak, ha kell, cserélnek.
Az energiacég szolgáltatási területein így már összesen 4343 fészek tartó várja a gólyákat, az új eszközökre fonott fészek alap is került, így azok még vonzóbbak lehetnek jövendő lakóik számára. Megyénkben már több, korábban szintén emelvényre felépített fészket elfoglaltak már a nagytestű madarak, az idei gólyafiókák védelmének érdekében pedig a repülési irányba eső hálózati elemekre szükség szerint burkolatot tesznek majd az energiacég szakemberei, emellett kiülőket szerelnek majd fel annak érdekében, hogy távol tartsák a madarakat az oszlopok veszélyes részeitől. Egészségnapot tartottak a Kölcsei gimnáziumban. Mindjárt jövünk a részletekkel, előtte még nézzük a nap további híreit. Szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat kedd délelőtt a Muskotály utcára, közel egy hektáron lángolt füstölt a száraz aljnövényzet, a vélhetően parázsló gallyak okozta tüzet a lánglovagoknak sikerült eloltani, így a közelben lévő ingatlanok nem kerültek veszélybe. A Kemecsei úton a Nyíregyházi Állatpark oldalában csapadék elvezető árok gyeptéglás bélelését végzik a szakemberek. A munkálatok idején sávszűkítésre és váltakozó irányú forgalomra kell számítani várhatóan szerda estig. Hétfő este baleset történt a Simai út Tó utca kereszteződésében, egy kanyarodó nyerges vontató elsodorta az egyenesen haladó kerékpárost, akit a kiérkező mentők kórházba szállítottak, a rendőrség vizsgálja a felelősség kérdését. Egészségnapot tartottak a Nyíregyházi Kölcsei Ferenc gimnáziumban. Az intézmény és a Magyar Vöröskereszt megyei szervezetének közös hétfői rendezvényén többek között prevenciós előadásokat tartottak a diákoknak, akik gyakorolhatták az életmentő folyamatokat is. A Kölcsei nevelési programjában kiemelt szerepet kap az egészséges életmódra nevelés és a prevenció, az intézményben évek óta megszervezik az egészségnapot. A rendezvény célja, hogy a tanulók rájöjjenek arra, milyen nagy kincs az egészség, és megtanulják, hogyan kell óvni, védeni azt. Az egészségnapon az iskola valamennyi diákja és pedagógusa részt vett. Én azt gondolom, ez mindig nagyon fontos, mind a pedagógusok, mind a diákok életében. Nekünk van egy újraélesztő készülékünk is, amit részben TAO pályázatból, részben alapítványi forrásból vásároltunk. Mindig fontosnak tartottuk a Kölcseiben. Én például, mint volt Kölcse is, én tagja voltam a Vöröskeresztnek annó diákként, és mindig nagy élmény diákként ezeken az eseményeken, rendezvényeken részt venni. Az intézmény és a Magyar Vöröskereszt megyei szervezetének közös hétfői rendezvényén többek között prevenciós előadásokat tartottak a diákoknak, akik gyakorolhatták az életmentő folyamatokat is. Egy befúvás körülbelül egy másodpercig tart, és látjuk, ahogy a beteg mellkasa is emelkedik. Jó, tehát nagyon fontos, hogy kettőt befújjuk, és ismét megyünk vissza a mellkas kompresszióra. 32 lesz az arány, ezt addig csináljuk, míg a mentő a helyszínre érkezik. Abba hagyhatjuk az újraélesztést, ha életműködéseket tapasztalunk a betegnél. Próbálunk olyan szituációs feladatokat is becsempészni az elsősegélynyújtásban, ami akár egy háztartási baleset keretein belül történhet, akár vagy egy tornaórán bordásfalról leesik, és próbálunk olyan egyszerű technikákat, ellátási módokat mutatni ezeknek a fiataloknak, amit ő maguk kötszer mentődoboz nélkül is meg tudnak oldani, és el tudnak könnyen sajátítani. A diákok örültek annak, hogy megismerhették, vagy éppen feleleveníthették az elsősegélynyújtás lépéseit, valamint az újraélesztés menetét. Az iskolánkban már több embernek is van jogosítványa, kismotorra vagy autóra, és nyilván ők már részt vettek ilyen tanfolyamon, elsősegélynyújtó tanfolyamon, de nekünk is nagyon hasznos. Ugye mi még előttünk áll a jogosítványszerzés, de jó, hogy részt vettünk egy ilyen tanfolyamon, ahol bemutatják nekünk a újraélesztést, stabil oldalfekvést, és sok hasznos információval is gazdagodhatunk. Az egészségnapon prevenciós előadásokkal, figyelemfelhívó játékokkal is várták a diákokat. Harmadik alkalommal rendeztek Nyíregyházán nemzetközi birkózóversenyt. Rangos mezőny érkezett, több mint 400 sportoló lépett szőnyegre. Ezzel a legjelentősebb vidéki verseny lett a Mr. Tus Kupa. Harmadik alkalommal rendezték meg a Mr. Tus Kupa birkózó versenyt, mely a Nyíregyháza nagy díja is átadásra került. A Tiszavasvári úti csarnok teljesen megtelt fiatalokkal, több mint 400 sportoló érkezett 49 egyesületből, sokan határon túlról.
Ez a legnagyobb létszámú vidéki verseny, és ráadásul egy olyan verseny, ahol figyelnek a részletekre, ahol figyelnek a szőnyeg minőségére, a bíróküldésre, a rendes mérlegelésre, a statisztikákra, a külsőségekre is, és arra, hogy a gyerkők, akik itt vannak, nyugodt körülmények között tudják megmutatni azt, hogy mit tanultak eddig a birkózó, a birkózásból, arra a kis időben, amit még ebben a sportágban eltöltöttek. A szervező Nyílsport eset 13 sportolója lépett szőnyegre különböző korosztályokban. Szerencsés időpontban is rendeztük, hiszen ezt követi a diák 1-es országos bajnokság Zalaegerszegen, majd egy diák 2-es területi bajnokság, és közben a junioroknak, kadetteknek minősítő versenyek lesznek, tehát emiatt gondolom ezt a nagy létszámot, hogy sikerült elérnünk. A rendezvény dr. Hegedűs Csaba olimpiai bajnok nyitotta meg, a szövetséget pedig Komáromi Tibor világbajnok képviselte. A Magyar Birkózó Szövetségnek ez mindig egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy képviselőket küldhet a Magyar Birkózó Szövetségből egy olyan jelentős eseményre, mint a mai birkózó verseny, ahol látszik a hátam mögött, hát azért több száz gyerek van itt, és több száz gyerek szeretne birkózni, és ezeknek a gyerekeknek egy része most kezdte el a birkózást, úgyhogy reménykedünk abban, hogy még 10 év múlva is lesz nagyon sok birkózó. Több szőnyegen folyamatosan birkóztak a versenyzők, akik között sok olyan volt, aki Szlovákiából, Székelyföldről, Ukrajnából érkezett. A csapatverseny harmadik helyezettje a Kazincz Barcika, a második az SMTK, az első pedig a Diósgyőri BC csapata lett, ezzel a Nyíregyháza város nagy díját is elnyerve. A Mr. Tus Vándor serleget a Nyílsport esze kapta, 13 nevezett versenyzője közül 11 dobogós helyen végzett. Híradónk végén nézzük fő híreinket még egyszer néhány mondatban. A közterületekről ismert sárga színű padokat az elmúlt években szinte az egész városban lecserélte a Nyír VV. Az ülő alkalmatosságokat most egy új program keretében hasznosítják, többek között óvodákba, iskolákba kerülnek a padok. 21. alkalommal rendezik meg hétvégén a Paragrafus Kupa kispályás labdarúgó tornát Nyíregyházán. 8 a közszolgálatban és a közigazgatásban dolgozó játékosokból álló csapat találkozik majd szombaton. Az okos eszközökről szól az idei 20. internet fiesta, melyhez ismét csatlakozott a Móricz Zsigmond könyvtár. Valóra vált a szervezők elképzelése, hiszen a középiskolás osztályok mellett felnőtt városlakók is látogatják a rendezvénysorozatot. A Nyíregyházi televízió híradóját látták, mindjárt jön az időjárás jelentés, legfrissebb információkkal pedig holnap is várjuk majd önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!